Ennyiért már húst is lehet venni, nagyon drágult a zöldség és a gyümölcs. Időközi önkormányzati képviselő választás, két jelölt között dönthetnek a paksiak. Anyateljes világnap, folyamatosan nő a szoptatott babák száma. Digitális jólét.hu Bártaszéken mindenki megismerheti az internet világát. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Nagyon drágultak az idei nyárra a zöldségek és gyümölcsök Tolna megyében. Van olyan kereskedő, aki azt mondja, egyes termékekhez ugyanannyiért lehet hozzájutni, mint ha húst venne. A drágulás oka, hogy a márciusi fagyok és a májusi aszály nagyon sokat ártott a termésnek. A háncs és a szövetbe repedések keletkeznek, és ezek a repedések nem biztos, hogy be fognak gyógyulni. A váratlanul jött márciusi mínusz 20 fokos időjárás után mutatta a barackfáiban keletkezett károkat ez a kisvejkei őstermelő. Szénási Tibor akkor arról beszélt, hogy az extrém hideg miatt szinte egyáltalán nem terem majd gyümölcs a fáin. Az egyik fajtán 100%, a másik fajtán még reménykedünk, hogy néhány rügy maradt. Nem sokkal később az aszály sújtotta a mezőgazdaságból élőket, 22 napig nem esett egyetlen csepp eső sem. 2.15. Most még tudott sárga barackot hozni a szekszárdi piacra ez az árus. Egy hét múlva viszont már neki sem biztos, hogy lesz ebből a gyümölcsből. A sárga barack drágult leginkább az időjárás miatt. Van, ahol 900 forint egy kilogramm, de még a legolcsóbb helyen sem adják 750 forint alatt szekszárdon. Ez közel 100%-os drágulás az egy évvel korábbi árakhoz képest, már ahol egyáltalán lehet kapni. Vannak termelőim, folyamatosan nem tudnak kiszolgálni, és akkor így egy nagy kereskedő segít nekem ahhoz, hogy itt mindig minden legyen. A barack mellett szinte minden zöldség és gyümölcs legalább 30%-kal drágább most, mint tavaly ilyenkor. A kukorica, a vöröshagyma, a dinnye is többe kerül. Ráadásul az aszály miatt a minőségük sincs olyan jó, mint 2017 nyarán. Ennek ellenére egy másik árus azt mondta, nem is emlékszik olyan évre, amikor a mostanihoz hasonlóan magas áron tudott árut beszerezni. A kilós új zöldségnek az ára az jelen pillanatban, én úgy gondolom, hogy a szekszárdi piacon az 1500 forint körüli ára van. A kiló zöldségnek, és én úgy gondolom, hogy ez vetekszik a húsárával. A nagybani piacokról árut beszerző kereskedőket még egy különös jelenség is sújtja. Azt mondják, ha nem érkeznek oda elég korán, szinte biztos, hogy a Romániából érkező versenytársaik mindent felvásárolnak előlük. Az időjárás ugyanis ott is hasonló volt a magyarországihoz az idei évben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítaná a családi gazdaságok jogi helyzetét, ezzel együtt az egész őstermelői rendszert megreformálnák, mondta Györfi Balázs a Kamara elnöke Kerekasztal című műsorunkban. A szektorban tevékenykedők többsége úgy próbálja csökkenteni adófizetési kötelezettségét, hogy a lehető legtöbb családtagot bevonják a gazdálkodásba, ugyanakkor ez nem a valós helyzetet tükrözi. Az átalakítás a tervek szerint a meglévő adókedvezmények növelésével járna együtt, és jó esetben még az idén szavazhat róla az országgyűlés. A családi mezőgazdasági vállalkozások jöjjenek létre. Ez egy jogi személyiséggel rendelkező forma lenne a családi gazdaságok helyett. Ebben sokkal tisztább viszonyokat lehetne teremteni, és mi egy olyan javaslatot tettünk le az asztalra, hogy ezeknek a vállalkozásoknak 100 millió forint nettó árbevételig ne kelljen adót fizetniük. A hétfői határidői két jelöltet vett nyilvántartásba a helyi választási bizottság Pakson. A kettes számú egyéni választókerületben a szeptember 2-ára kiírt időközi önkormányzati képviselő választáson a Fidesz és a Munkáspárt jelöltjei közt lehet majd dönteni. Idáig kettő jelöltet vett jogerősen nyilvántartásba a helyi választási bizottság. Szarka Sándort a Magyar Munkáspárt és Ulbert Sándort a Fidesz-KDNP színeiben. A felkészülés a választásra ezek után már a részünkről az, hogy megalakítjuk a szavazatszámláló bizottságokat, hiszen kettőt kell létrehozni. A szavazókörök felkészítése lesz még a megelőző munkanapokon, és gyakorlatilag várjuk akkor 2-án reggel 6 órától este 7-ig az illetékes körzet választópolgárait. Így nem kell arra számítani, hogy tele lesz plakátolva a város a kampány során, tájékoztatott dr. Blazsek Balázs. Pakson a szeptember 2-ai időközi képviselő választásra magyar név Nagy Edina halála miatt kerülhet sor. Másfél méter címmel indít a kerékpárosok védelmét szolgáló kampányt az
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A program célja felhívni az autósok figyelmét arra, hogy a kerékpárosok előzésekor a biztonságos oldaltávolság lakott területen kívül másfél, lakott területen belül egy méter. Várhatóan a kampányt 2019-ben a KRESZ módosítása is követi majd. Ezek a felvételek tavaly készültek Szekszárdon a Rákóczi úton. Az akkor ideiglenesen kialakított bicikliút nem nyerte el a szekszárdiak tetszését. Többen azt állították, hogy balesetveszélyes. Továbbá a kétsávosra szűkült út megakasztotta a forgalmat. Így a városvezetés megszüntette azt, és új pályázatot írt ki a bicikliút megtervezésére. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság meghirdette a pályázatot a munkára, és most kiválasztotta a bicikliút tervezőjét. Egy pesti cég tervezi majd meg az új kerékpárutat, mintegy 5 millió forint értékben. Az, hogy hol menjen majd a Szekszárd északi és déli részét összekötő útnyomvonala, egyelőre nem dőlt el. Van alternatívaként olyan, hogy a Kossuth-Lajos utcába menne végig egy irányosítva, de ennek is vannak hátrányai, mert nyilvánvalóan, hogy a Mészáros Borásztól kifelé már két irányú a forgalom, és elég sokan parkíroznak. Az egyirányosítás gondolata fölmerült, vagy a parkírozás megszüntetése. Egy másik terv szerint innen az Arany János utcai bicikliúttól vezetne az új út a Petőfi utcán lefedett patakon át egészen a Damjanics utcáig. Ahogy korábban is, úgy most is lakossági fórumot tartanak majd a tervezett fejlesztés miatt. A Kerékpáros Barát Szekszárd című TOP projekt keretében közel 10 kilométernyi kerékpárút épül majd a megyeszékhelyen. Augusztus 1-e minden évben az anyatej világnapja, és ezzel a nappal veszi kezdetét a szoptatás világhete is. A kizárólag anyatejjel táplált gyerekek aránya folyamatosan nő. Az 1970-es években még csak a babák 30%-a élvezhette 3 hónapos koráig a csak anyatejes táplálás előnyeit. A 2000-es évekre ez az arány már 65% fölé emelkedett. Ő Zsófi. Egy napja látta meg a napvilágot, és azon boldog gyerekek egyike, akit édesanyja az első pillanattól kezdve szoptat. Azt mondja, számára az a legfontosabb, hogy gyermeke megfelelően táplálkozzon. Számomra a legfontosabb az, hogy én tápláljam, és senki más meg nem ő tápszerekkel, hanem azért egy anya valahol nekem ez a legfontosabb, hogy én etessem, az én tejemet hagyjam. Az anyateljes táplálás és szoptatás egyre nagyobb teret hordít a 90-es évek óta, hála a népszerűsítő programoknak, a baba-barát szülészeteknek és a szoptatást támogató civil kezdeményezéseknek, no és a szülésznőknek. A szülés után a kórházakban jelenleg az anyukák 90%-a kezdi el szoptatni gyermekét, ami jóval magasabb arány, mint az Európai Unió 60%-os átlaga. Eközben kizárólag a mesterségesen táplált csecsemők aránya évek óta csupán 7% körül van. Kuhajda Valéria azt mondja, a számok ellenére nem minden édesanyja hajlandó a szoptatásra. Azt kell mondjam, hogy van olyan édesanyja, aki úgy érkezik, hogy biztosan nem szeretné szoptatni a gyerekét. Ennek nagyon sok oka lehet, korábbi műtét, előző gyerekről való rossz tapasztalat, tehát tényleg nagyon nagy a szórás abban, hogy ki mennyire akarja-e, és hogy meddig hajlandó elmenni. Azok a babák, akik első pillanattól kezdve szopnak, sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, mondja a főorvos. Számos később kialakuló betegség megelőzhető, ha a gyermek a lehetőségekhez képest legtovább kizárólag anyatejjel táplálkozhat. A szoptatott babáknak kimutatottan magasabb az intelligencia kóciense, jobb a látásélességük, szájpad problémák, fogszabályozási problémák jóval ritkábban fordulnak elő, illetve bőrbetegségek, ugye az allergiás bőrbetegségek, ekcéma jóval ritkább ezeknél a gyerekeknél. A szoptatás nem csak a testi jólétet biztosítja, olyan lelki biztonságot teremt a gyermek számára, mely meghatározó lesz egész további életére. Hétfő éjfélig jelentkezhetnek a pótfelvételire azok, akik az általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt főiskolára, egyetemre sem kerültek be, vagy idén nem jelentkeztek felsőoktatási képzésre. A pótfelvételire jelentkezni kizárólag elektronikus formában lehet a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben.
Az űrlapok kitöltésére augusztus 6-án éjfélig van lehetőség, és azokat ugyanezen időpontig hitelesíteni is kell. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a meghirdetett képzések kevés kivétellel önköltséges formában indulnak. Közelebb viszik a digitális világot a bátaszékiekhez egy pályázaton elnyert forrásból. A helyi művelődési házban kialakítottak egy úgynevezett digitális jólét programpontot. 1,5 millió forint értékű új eszközök, ingyen wifi, megnövelt internet sávszélesség, szakértői segítséget nyújtó mentor áll mostantól a helyiek rendelkezésére. A program célja, hogy mindenki lehetőséget kapjon a legújabb technológiák, szoftverek megismerésére. Ezek a felvételek néhány éve készültek a modern táncosok előadásán bátaszéken. Előfordult, hogy az előadásukhoz projektor kellett használniuk, ám mivel a művelődési ház birtokában ilyen nem volt, más intézményektől kellett kölcsön kérniük azt, egészen mostanáig. Meg Google, és most ide is be kéne lépni valamivel. De... Éppen kipróbálják a pályázaton nyert új digitális eszközöket a bátaszéki művelődési ház dolgozói. A 1,5 millió forint értékű eszközök között új laptopokat, tableteket, nyomtatásra, fénymásolásra, szkenelésre alkalmas gépet is fel lehet fedezni. A dolgozók azt mondják, a legjobban az új projektornak örülnek, mert, mint mondják, sokszor okozott nehézséget annak a hiánya előadások, fellépések során. Egy GINOP pályázatot benyújtottunk a kolléganőkkel, megcsináltuk, és hát tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával álltunk neki, de aztán a legnagyobb örömünkre sikerült nyernünk nekünk is ezen a pályázaton. A digitális jólét programpontok kialakításának a lényege az, hogy olyan eszközökre nyújtottunk be igényt, amelyeket meg is kaptunk, amelyeknek a segítségével a digitális világot közelebb hozhatjuk, hát konkrétan a bátaszékiekhez. Csötönyi László vezető azt mondja, azzal, hogy mostantól a bátaszéki művelődési házban is kialakítanak egy digitális jólét programpontot, mindenki lehetőséget kap a legújabb technológiák, szoftverek megismerésére. Az eszközök mellett szoftver támogatást is kaptunk, tehát mindennel felszereltek ezek a számítógépek, úgyhogy akár mondjuk egy Office csomaggal szeretne megismerkedni valaki, vagy mondjuk az adózásba szeretne betekintést nyerni, akkor ebben is tud a koordinátorunk segíteni. Emellett pedig komplett kiépítést kaptunk, tehát beltéri és kültéri wifi egységgel együtt kaptuk meg ezt a csomagot. Ez azt jelenti, hogy a művelődési házban mostantól ingyen lehet internetezni, nyomtatni, fénymásolni, szkenelni, sőt a különböző szoftverek használatához még szakmai segítséget is lehet igényelni. A mentorok nem csak ebben, hanem az elektronikusan elintézhető ügyek lebonyolításában is segítenek. A tabletek pedig a tájházba kerülnek majd múzeumpedagógiai célból. Az ország 1500 pontján várhatók digitalizációt célzó hasonló fejlesztések, összesen 5 milliárd forint értékben. A régió híreivel folytatjuk. 15%-kal nőtt a riasztások száma, sok folyadék, árnyékos helyek a védelem érdekében. 50 millióval drágább lett darabja, csak később érkezhetnek elektromos buszok Pécsre. Második János Pál pápa lesz a védőszentje, új templom épül Pécsen. A többnapos extrém meleg időjárás nem csak a gyerekeket és az időseket veszélyezteti, hanem a fiatal szervezetet is megviseli. Az utóbbi napok hősége miatt figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, életbe lépett a vörös kód. A hőség miatt országosan mintegy 15%-kal nőtt a mentőkhöz beérkezett riasztások száma a szokásoshoz képest. Ez a baranyai, illetve a pécsi esetekre is érvényes. A nyári meleg és az utóbbi napok hősége minden élő szervezetet megvisel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőséges folyadékbevitelt, de ha megtörtént a baj, amely rosszul éttel jár, a mentőket azonnal hívni kell. Azonban a legbiztosabb a megelőzés. Ezért a nagy hőségben naponta legalább 2 liter vizet fogyasszunk, ígyunk sok folyadékot, és lehetőleg húzódjunk árnyékos, hűvös helyre. Nagyon fontos, hogy a nagy melegben 11 és 15 óra között, amennyiben tehetik, akkor ne tartózkodjanak a napon. Hogyha mindenféleképpen szükséges, akkor valamilyen lengébb öltözetben, mindenféleképpen sapka viselése az javasolt. A magas UV sugárzás miatt is
például nagyon könnyű napszúrást kapni. Ugye 38 fokot is akár elérheti a hőmérséklet, ha jól tudom, az előrejelzések szerint. Az utcán, ha rosszul lesz embertársunk, minden bizonnyal segíteni szeretnénk, azonban amíg a mentők kiérkeznek, mi is tehetünk valamit. Ha valaki a nagy melegben egy elájult embert talál, akkor mindenféleképpen célszerű őt hűvös, árnyékos helyre vinni, lefektetni, így az átmeneti keringési zavar az nagyon hamar rendeződhet, és az ő állapota rohamosan javulhat, tehát nagyon látványos lehet az úgymond gyógyulás. Célszerű mindenféleképpen ettől függetlenül mentőket értesíteni, hiszen egy ájulás vagy egy eszméletlenség hátterében nagyon sok szervi ok állhat ettől függetlenül. Vizet vagy bármilyen más folyadékot azonban még a nagy melegben se itassunk, ha rosszul van valaki, hiszen számos más baja is lehet egy embernek a hőségen kívül, amikor árthat a nyelés. Az elmúlt napokban 36 fokot is mértek, az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban tovább fokozódik. Nem csak az embereket viseli meg a napok óta tartó kánikula, hanem az állatokat is. A 35 fok közeli melegben az állatok is veszélyben vannak, még nagyobb odafigyelést igényelnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ne hagyjuk a négylábúakat az autóban még néhány percre sem, és csak este vagy kora reggel vigyük őket sétálni. A siófoki állatmenhelyen naponta többször is fürdetik a kutyusokat. Meleged van? A napok óta tartó kánikula a menhelyen élő négylábúakat is megviseli. A gondozók éppen ezért arra is odafigyelnek, hogy a kutyaházakat minél védettebb helyre tegyék, így az állatok az árnyékban hűsölhetnek. Mindenképpen a kutyaházakat a kinti kutyáknak árnyékos helyre tenni, ott, ahol jól mozog a levegő, illetve biztosítani nekik olyan pihenő helyet az udvaron belül is, ahol valóban viszonylag hosszabb ideig van árnyék. Óránként cserélik a vizet a kutyusok tájában, emellett ilyen kis kádakban is megfürdetik a négylábúakat. Ezt ajánlatos naponta többször is elvégezni az állatoknál, így ugyanis könnyebben átvészelik a 30 fok körüli kánikulát. Az sem mindegy, hogy mikor sétáltatják a gazdik kedvenceiket. Ajánlatos a kora reggeli vagy a késő délutáni órákban kiengedni a kutyákat, a nagy melegben ugyanis hőgutát kaphatnak az állatok. Tehát ők nem izzadnak, nagyon nehezen tudják magukat hűteni, tehát kizárólag ez a lihegéses módszer, amivel a testhőjüket tudják féken tartani. Nyilván ez korlátozott, illetve hát nagyon rossz hatása van konkrétan a hőguta az agyukra is, tehát egy ilyen agyi ödéma keletkezhet, ami aztán utána visszafordíthatatlan károsodást okoz és elpusztul az állat. A kánikula még biztosan marad, így a szakemberek arra figyelmeztetnek, semmiképpen se hagyjuk kedvenceinket az autóban, ugyanis néhány perc is elég ahhoz, hogy nagy baja legyen a kutyának. Most nem, majd később érkezhetnek elektromos buszok Pécsre, így döntött nemrég a Város Ügyrendi Bizottsága. Ez a testület helyettesíti a nyári szünetben a pécsi közgyűlést. A képviselők elfogadták azt is, hogy csúszik a bálicsi elkerülő megépítése, viszont jó hír, újabb elektromos töltőkutakat létesíthetnek a városban. Elektromos busz bemutató a pécsi Széchenyi téren, ezen a korábbi felvételen. Ilyen járműveket akart beszerezni az önkormányzat, de végül lemondott róluk. Összesen 24 darabról volt szó, amiknek az ára 50 millióval lett több. Egy törvénymódosítás szerint egyedi tűzvédelmi rendszert kell kialakítani a 22 főnél többet szállító elektromos buszokon, ezért nőtt az áruk. A város felmondta a korábban kötött szerződést múlt csütörtökön, de a buszokra pályázatokon kapott pénze megmaradt. Azért, hogy ez a két forrás, uniós forrás nevezzen el, azzal a jogi lehetőséggel élt, hogy elállt ezektől az adásvételi szerződésektől, és így a Városfejlesztési ZRT-nek újra nyílik a lehetősége arra, hogy új beszerzés keretében próbáljon ilyen elektromos midi és szóló buszokat beszerezni a városnak. Mondja az ügyrendi bizottság elnöke. Ez a testület helyettesíti a döntéshozásban a nyári szünet alatt a közgyűlést. Az elektromos busz beszerzés szándéka megmaradt, teszi hozzá az elnök. A gazdasági bizottság fog dönteni, szerintem az augusztus ülésére ezt be is fogják vinni, tehát a gazdasági bizottság fogja kiírni újra a közbeszerzést. Változik a bálicsi elkerülő út befejezésének határideje. A közművezetékek kiváltása miatt november végére módosították az útátadást.
megoldását. Döntöttek arról is múlt csütörtökön, hogy újabb elektromos töltőállomások épülhetnek Pécsen. Nem a város fizeti, a kormányzat non-profit Kft.-je építi ezeket. Ez a Kft. Kereste meg a pécsi önkormányzatot, hogy biztosítson neki 5 helyszínt, ahol ilyen töltőállomásokat felszerelhet. Tulajdonképpen ezt teljes egészében az Elmobi Kft. Finanszírozza a töltőállomások telepítését, ő is fogja ezt üzemeltetni, tehát az üzemeltetési költség is az övé, amit az önkormányzat ehhez hozzátesz, és ez volt az Elmobi Kft. Kérése, hogy azt a területet, ahol a telepítés, azt ingyenesen a non-profit Kft. Használatába adja a város. Ez megtörtént. Így a Felsővámház Velesendre, Csontvári utcai parkoló és az Ángyán János utcában lesz elektromos töltési lehetőség az autóknak hamarosan. 2 éven belül új katolikus templom épül Pécsett kertvárosban a panelházak között. Udvardi György megyés püspök Kövesi Ferenc Esperest, a Pécs gyárvárosi templom eddigi plébánosát nevezte ki kertvárosi szervező lelkésznek, aki elárulta, hogy az új templomnak Szent II. János pápa lesz a védőszentje. A plébános és eddigi segítője Vida Zsolt búcsúmiséjét vasárnap tartották gyárvárosban. Szent II. János párról nevezték el a Pécsről Pogányba vezető utat, a Szentatya 1991-es látogatásának emlékére. Hamarosan azonban egy új templom is a népszerű pápa nevét viseli Kertvárosban. A Pécsi Egyházmegye illetékesétől megtudtuk, hogy folyamatosan tárgyalnak a várossal, hol lenne a legjobb helye a templomnak, és több helyszín is szóba került. Udvardi György megyés püspök az épülő templom plébánia és közösségi tér élére augusztus 1-jével Kövesi Ferenc kerületi esperest, a Pécs gyárvárosi templom eddigi plébánosát nevezte ki, aki Hirden, Vasason és Somogyban, majd Pécs-Szabolcsban szolgál. 10 évvel ezelőtt került a Pécs gyárvárosi plébánia élére, majd 2012 óta Bogád, Nagykozár, Ellend, Romonya és Pereked is hozzátartozott. És aztán szép lassan majd egy misiző helyet kell kialakítanunk, ahol szeptembertől vagy októbertől Kertvárosban tudunk misézni, és majd neki fogunk a közösségi ház plébánia és a templom felújításának. Szent II. János Pál pápa lesz az új plébánia neve védőszentje. Tök főzelék, tökös muffin, tök golyó és tök kompót, közel 50 féle tökös ételt készítettek Igalon. A somogyi településen hosszú évek óta elevenítik fel a régi magyar konyha hagyományait a helyi gyógyfürdőben. Tök lekvár, amit már előtte egy héttel nagyon jól el lehet készíteni, és az, hogy mutatós legyen, ezért egy ilyen patiszon alakba vájtuk vele. A különleges töklekvárhoz különleges tálalás is dukál. Az Együtt Igalvárosáért Egyesület tagjai minden apró részletre figyeltek a tökből készült ételek elkészítésénél. A somogyi településen évről évre a régi magyar konyha hagyományait elevenítik fel egy fesztivál keretében. Régen nem volt elég húsféle étel, és régen pedig minden parasztháznál voltak állatok, nagy állat, kis állat, és a kukoricaföld szélén megtermettek a különböző tökös termények. Tökfőzelék, tökös muffin, tökös mákos rétes, a többi között ilyen finomságokat is kóstolhattak az érdeklődők. Kígyózott a sor a sátrak előtt, mindenki a különleges ételekre volt kíváncsi. De nem csak kóstolni lehetett, a házi asszonyok egy-egy recepthez is hozzájuthattak. Most kaptam megint egy ételreceptet, úgyhogy ezeket majd kipróbálom, amelyik megtetszik. Az igali fürdőnapok keretében megszervezett tökfesztivál minden évben több száz ember érdeklődését kelti fel. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Ennyiért már húst is lehet venni, nagyon drágult a zöldség és a gyümölcs. Időközi önkormányzati képviselő választás, 2 jelölt között dönthetnek a paksia. Anyateljes világnap, folyamatosan nő a szoptatott babák száma. Digitális jólét.hu Bátaszéken mindenki megismerheti az internet világát. Marad a füllet meleg idő napos és felhős időszakokkal, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, gyenge keleties irányú szél fúj, este valamint éjszaka is előfordulhat egy-egy átmeneti csapadékgóc, de ezek esélye reggelig fokozatosan csökken.
Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!